Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten hozott mindenkit a képernyők előtt. Remélem jól vannak, jól vagytok. Fiatalok, öregek, egészségesek, kevésbé egészségesek. Mindenki örömmel hallgatja azt, amit szeretnék mondani. Kérem, hogy imádkozzanak mindig azért, hogy érdemes legyen meghallgatni. A mai evangélium a mi atyánkra tanít bennünket, de majd meglátjuk, hogy nem csak a szó szerinti szövegre igyekszik megtanítani hallgatóit Jézus. Az evangélium Máté evangéliumából való egyébként. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Eszembe jut, hogy előfordul, hogy néha egy versmondó például, vagy egy kis előadást tartó bárki is úgy csinál, mintha kívülről tudná a szöveget. És tényleg csak nézd maga elé, így látjuk legalábbis a képernyőn, és mondja a szöveget. És nem szeretné, ha elárulnám, hogy hát a súgógép ott van előtte, és onnan olvassa. Nem tanult meg ennyi verset, szó sincs róla, nehogy azt higgyük. Nem tud ilyen hosszan idézni folyamatosan ebből, abból, könyvből, szentírásból, szó sincs róla. De hát ha így teszi, így teszi. Most, amikor a mi atyánkot olvastam, volt egy kis kísértés bennem, hogy leteszem a papírt, és amikor odaérek, hogy tehát így imádkozzatok, akkor leteszem, és azt mondom, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, stb. Stb. Hát meglehetősen tudom már kívülről. Mégis néha érdemes azért lassan olvasni, lassan mondani, mert talán nem mindig és nem mindenre figyelünk föl, ami ebben az imádságban benne van. Tehát ne próbáljuk úgy tenni, mint ez már a könyökünkön jönne ki, ezt már nem kell se meghallgatni, se elolvasni, vagy elmondani. Mondd el újra, de próbáld meg mindig másképp mondani. Mindig odafigyelni, hogy na, ma elhatározom, hogy a harmadik mondatára állítom meg magamat, még nem is tudom, melyik a harmadik mondat, de azt fogom megfigyelni, hogy abban mi is van. És akkor kezdem számolni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha-ha, akkor erről kell ma elmélkednem. De aztán másnap az ötödik vagy a hetedik mondatát elemez, vagy az éppenséggel az elsőt vedd újra elő, és azon spekulálj. A mi atyánk a legtöbb nyelvre lefordított szöveg a világon. Egy olyan irodalmi alkotás, irodalmi mű, amit a legtöbb nyelvre lefordítottak. Ez most százvalahány nyelv. Mert aki csak valamelyest érdeklődik egy komolyabb gondolat után, az már érdeklődik a Szentírás után. A Szentíráson belül pedig a legfontosabb mondatok. Ez a 7 mondat, mert elárulom, összesen 7 mondat. 7 kérés
még pontosabban. Enélkül nincs kereszténység, ez viszont önmagában a kereszténységnek egy olyan eszenciája, egy olyan tömörített, sűrített gondolatsora, hogy valóban lenyűgöző. Úgy el tudom képzelni, amikor Jézus ezt elkezdte mondani, ott hallottuk, talán a szövegben is benne volt, hogy megérkeznek X helyre, és akkor ott úgy dönt Jézus, hogy na, megtanítom ezeket ma a mi atyánkra. Mint hogy emlékszem, amikor hittanórán tanultuk. Na gyerekek, ma megtanuljuk a mi atyánkot, de nehogy azt higgyük, hogy az egészet. Nem. Mondjuk az első két mondatát, és akkor elkezdjük mondani, és a második mondatnál már jó, ha megbeszéljük, hogy de gyerekek, miről is szól ez? Mi az, hogy szenteltessék meg a te neved? Én megszentelem Jézus nevét, te megszenteled? Azzal a csúnya szóval, amiket néha kimondasz, azzal megszenteled Jézus nevét? Vagy azzal ártasz Jézusnak? Ha nem is neki, de ártasz önmagad kereszténységének? Mit jelent ez vagy az a Bibliában? És mit jelent konkrétan a mi atyánkban? Mi az, hogy szenteltessék meg a te neved? És így nem biztos, hogy egy hittanórán belül eljutunk akár csak a harmadik kérdésig. De ezt ugyanígy kell átelmélkednünk önmagunknak is. Nem kell hozzá mindig elgondolkozni azon, hogy éppen ezek a gyerekek, vagy előttem lévők már tudják-e ezt a szöveget, vagy nem. Úgy olvasni, úgy próbálni meghallgatni, mint ha most hallanád először, hogy valaki ezt neked azt mondja, hogy ezt tanuld meg, tudd meg, és hát, hogy e szavakkal, vagy így, lényeg az, hogy nagyon hasonlóan, vagy konkrétan így imádkozz. Egy picit gondoljunk arra, hogy a Szentmisében is mindig benne van a mi atyánk. Mielőtt a szentáldozásra sor kerül, elmondunk különböző imádságot, és aztán sorra kerül, hogy azt mondja a pap üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. És mondjuk szépen együtt mindnyájan. Ott érzi is az ember, hogy ezt együtt mondjuk, ezért nagyon jó, hogy több eszám első szemében van megfogalmazva. Tehát úgy mondjuk, hogy mi atyánk. De ha te egyedül imádkozod, akkor is tudnod kell, hogy az az atya, az nem csak a tied. Az az atya az afrikai is, az Ausztráliában élő magyaré is, a kiskunfélegyházi Juliska nénié is. És egy picit összeköt bennünket a mi atyánk mindig ezekkel az embertársainkkal. Hány és hány olyan hely van, ahova szívesen szeretnénk elmenni. Még bennem is föllobban néha ilyen vágy, hogy eljussak, vagy eljutok-e még valahova ezen a földön, pedig én aztán igazán sok helyen jártam. De az imádsággal, ha tudom, hogy a millió és millió keresztény ma ugyanezt az imát mondja, és ő is úgy kezdi, hogy a miénk, a mennyei atya, így szólítja meg, hogy szinte figyelmezteti a mennyei atyát arra, hogy nem csak az enyém vagy, ne felejtsd el a másikat se, sőt, ne felejtsd el azt a rokonomat se, aki most éppen betegeskedik, ne felejtsd el a meghaltjaimat, mert még azoknak is mennyei atya vagy. Ez fantasztikus láncszem, ami összeköt bennünket, élőt az élővel, sőt, élőt az elhunytal, és már a más világra jutottal. Netán az ő imádságai, mert odafönt is ezt imádkozzák talán az angyalok kórusával a szentek, tehát hozzátartozóink is, akik üdvözültek, és akkor már az a mi atyánk az én üdvösségemet is szolgálja, mert értem mondta el, értem imádkozta valaki odafönn. Állítólag nem láttam saját szememmel,
de Tiszakécskei régi főnökömtől tudom, Gémes Mihály atyától, hogy Mindszenten, ott valahol Szegvár és Szentes között, a temetőben van egy sír, amire az van ráírva, csak egy mi atyánkot mondj el értem. Úgy érezte az illető, aki ezt megiratta a saját fejfájára, hogy egy mi atyánkkal is lehet, hogy éppen be fog tudni juttatni engem valaki a mennyországba. Lehet, hogy már csak egy mi atyánk hiányzik ahhoz, hogy bejuttasd édesapádat, nagymamádat, édesanyádat természetesen, nem sorolni akarom a kedves elhunytjainkat, de érdemes végigvenni. Ki lehetne elmondani, de nem ledarálva, nem teljesítmény centrikusan, hogy hát akkor most gyorsan elmondom háromszor, és ha nagyon gyorsan tudom mondani, akkor az a három megvan másfél perc alatt. Nem. Egy mi atyánk tartson 5 percig. Igen. Gondolj arra, amiért, vagy akiért imádkozod. Gondolj arra, aki tanította neked ezt az imát, legyen az már esetleg a halottak között lévő kedves lelkipásztor, vagy édesanyád, édesapád. És persze gondolj minden szóra, mit is jelent. Mert újra és újra ez a lényeg, erre rádöbbenni, hogy mi minden van benne ebbe a mi atyánkba. Ezért hát, ha a szentmisén másokkal együtt imádkozol, ne próbálj gyorsan te lenni az első, aki befejezed, hanem inkább húzd vissza a többieket, hogy egy kicsit lassabban imádkozzatok. Mindenki ebben a templomban, ahol vagyok, imádkozzon egy kicsit lassabban, hogy figyelni tudjon minden szóra. És közben érezze, hogy együtt van azokkal, akik ott együtt uruzsolják vele a mi atyánkot, és együtt, ahogy mondtam, minden élővel és minden elhunytal. Még ma este jusson ez eszedbe, úgy a paplon vagy a dunyha alatt, és örülj annak, hogy tudod kívülről a mi atyánkot. Ez sokkal fontosabb, mint akármilyen versnek az ismerete, kívülről könyv nélkül való elmondása, fölmondása. Csak egy dolognál nem fontosabb talán, amit te magad hozzá tudsz fűzni ráadásul a mi atyánkhoz. Te magad minden szavához, minden 7 kéréshez nyugodtan fűzzél hozzá tehát gondolatokat. És akkor lesz igazán teljes az értéke ennek a csodálatos gondolatsornak. Jézus, amit lehetett belefoglalt, te fogalmazd meg a magad szája íze szerint, és tedd hozzá a saját gondolataidat. Kívánom, hogy sok örömöt teljen benne. Csak úgy elkezdem, aztán folytasd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, úgy-úgy. Köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.